2010 óta nagy erőket mozgósít a kormány a sportolás, sportesemények, rendezvények támogatása érdekében. Valóban egy stratégiai ágazatként szerepel a sport, és nyilván a jót könnyű megszokni a mindenkinek, de nekem volt lehetőségem még 2008-ban Magyar Olimpiai Bizottság jogigazgatójaként dolgozni, és akkor is volt valami rálátásom arra, hogy a sportfinanszírozás kormányzati szinten miképpen valósult meg, és ehhez képest az elmúlt 14 évben azt tapasztaltuk, hogy elképesztő sportinfrastruktúra fejlesztés valósult meg. Az elmúlt 10 évben a kisebb intézmények is hasznát vették az anyagi ráfordításnak. TTT, Tornaterem Tanúszoda Tanterem program is, amiben számolatlanul újultak meg, vagy épültek olyan új tornatermek, tantermek és tanúszodák, amelyek segítik azt, hogy a fiataloknak a mozgásigényét maximálisan ki tudják elégíteni. Ezzel összhangban szerintem egy nagyon fontos intézkedés volt össztársadalmi szempontból, hogy bevezetésre került a mindennapos testnevelés, így valóban elérhetővé válik az, hogy sportnemzetből sportoló nemzetté is váljunk. Fontosnak gondolom azt is kiemelni, hogy az elmúlt 14 évben számolatlanul adtunk a legrangosabb nemzetközi sporteseményeknek otthont. Orbán Attila, a Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke beszélt a régiós helyzetről. Az elmúlt időszakban itt Tolna vármegyében is számos beruházásunk, számos olyan fejlesztésünk volt, okos forrásokból is, ami a sportot érintette, és ezáltal hozzá tudtunk járulni mi, a Tolna vármegyei önkormányzat is a sport élet bővüléséhez, erősödéséhez. Azon túl, hogy terület és település fejlesztéssel foglalkozunk, van önként vállalt feladatunk is, ez pedig a közösségek fejlesztése, és nem utolsó sorban a sportközösségek és a sportegyesületeknek a támogatása és a fejlesztése. A fórum remek alkalmat biztosította arra, hogy megmutassa azt az irányt, amivel még több fejlődést lehet elérni ezen a területen.